A technikai vívmányok a bűvészetben is egyre inkább teret hódítanak, de én azt gondolom, hogy még mindig az az igazi varázslat, amikor a kézügyességünket használjuk. Úgyhogy jöjjön egy ilyen jellegű mutatvány. Akkor nézzünk egy mutatványt egy olyan eszközzel, amelyről valóban kevesen tudják, hogy eredetileg mi célt is szolgál. Ez nem más, mint a gyűszű. A gyűszű varázshoz használt segédeszköz, de a bűvészek is igen jó hasznát veszik. Megmutatom, hogy hogyan. Most itt van a jobb kezem mutatóján a gyűszű. Ha elveszem, vissza tudom dobni a középső ujjamra. Megmutatom még egyszer, tehát elveszem a mutatóujjamról, és vissza tudom dobni a gyűrűs ujjamra. A kérdés persze jogos, hogy miért nem a mutatóujjamra dobom vissza. Most elárul, hogy azt is meg tudom csinálni, csak a gyűszű rögtön láthatatlanná válik. Ilyenkor egyszerű a kis ujjra visszadobni, és megint látható lesz. Ugyanez a helyzet egyébként a hüvelyik ujjammal is. Na, hagyjuk is ezt a gyűszűt, és inkább kezdjük az egészet előről egy másik gyűszűvel, az úgynevezett szimbátor gyűszűvel, mely egyébként teljesen ugyanúgy néz ki, mint az előző, csak mások a képességei. Elárulom, hogy mik. Ha elveszem a bal kezemmel, megváltoztatja a színét, és rögtön piros lesz. Ugyanez a helyzet visszafelé is, hogyha a jobb kezembe kerül, akkor ezüst színű lesz. Tehát ne feledjük, amikor jobb kezben ezüst színű a gyűszű, a bal kezben már is piros lesz. Ugyanez fordítva is igaz, ha a jobb kezben piros színű, a bal kezben ezüst lesz. Még egyszer, tehát ha a jobb kezben ezüst színű, a bal kezben piros. Na, hagyjuk is ezt, és kezdjük az egészet előről egy újabb gyűszűvel, az úgynevezett vándorló gyűszűvel. Ő azért vándorló gyűszű, mert ha például lenyelem, akkor meg tud jelenni a fülem mögött, vagy át tud menni az alkaromon keresztül a másik kezembe. De én azt is meg tudom vele csinálni, hogyha zsebre rakom, akkor a fülem mögött fog újra feltűnni. Egyébként a kedvenc részem az, mikor az egy kezemen vándorló gyűszű, megmutatom, hogy néz ki ez a dolog. Most itt van a hüvelyik ujjam, de ha megfordítom a kezem, már is a mutató lesz. Újabb fordítással a középsőn, majd pedig a gyűrűs ujjon. És végezetül a kis ujja végállomás. Már csak az a furcsa, hogy miért van beleszorulva ez a sárga színű labda, ezt nem is nagyon értem, mert egyébként akkor a gyűszűt föl se tudnánk húzni, ugyebár az ujjunkra. Egyébként ezt a labdát át lehet változtatni kendővé, és gondolom, hogy ez az egyik leglátványosabb befejezése a gyűszű mutatványnak. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a filmet, és ha tetszett, arra kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornámra, hogy elsőként értesüljél, amikor új videót töltök fel. Szia!